a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Azzal kell kezdenem, hogy mi nem ugyan olyan sikertörténetnek és sikersztoriként látjuk a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi tevékenységét, mint ahogyan azt Matolcsy György jegybank elnök úr látja. Az MNB 2015. évi beszámolóját érdemes úgy értékelni, hogy külön választjuk az egyes területeket és feladatokat. Először az összefoglaló megállapításokat szeretném elmondani, és utána ezeket egy picit részletesebben is kifejtem. Ami a kötelező feladatok egy részét illeti, a kamatpolitikát és az árstabilitást, azt az MNB a mi tapasztalataink és a mi véleményünk szerint nem kiemelkedően látta el. Nem kiemelkedően, mert nem volt más dolga, mint alkalmazkodni a kedvező nemzetközi trendekhez és csökkenteni a kamatokat. Ezt a Magyar Nemzeti Bank némi óvatossággal meg is tette. A kötelező feladatok más részénél viszont megbukott. A pénzügypiaci felügyelet erőtlen és vak volt, politikai korrupciótól béna. A brókerbotrányok, különösen a Questor ügy megmutatták, hogy miért káros az országra a képült korrupt fideszes rendszer, hogyan okoz több százmilliárd forintos kárt az embereknek. Az MNB törvény szerint közreműködik a gazdaságpolitika támogatásában is. Ehhez képest mi úgy látjuk, Matolcsy György nem támogatja, hanem irányítja a magyar gazdaságpolitikát, ami lényegében alkotmányellenes, mert a felelős minisztériumok helyett a felelőtlen MNB hozza a döntéseket. Amit a kötelező feladatokon felül pedig a Magyar Nemzeti Bank tett, az botrány, a világ szégyene. A felelőtlen és az LMP szerint törvénytelen pénzszórás, az urizálás, az alaptörvényt és a saját etikai kódexet is szembeköpő offshorozás a korrupció fellegvárává tette a Magyar Nemzeti Bankot. A párhuzamos gazdaság, kultúr és oktatás politika létrehozott egy államot az államban, egy duskáló kifizetőhelyet még hozzá az ország elesettjein, az adósokon élősködve. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ekközben a bankszövetség elnökének lakását használja, szintén szabályokat szegve. És a feudális korrupt berendezkedésre még büszkék is. Matolcsy Györgyöt a miniszterelnök, és ennek nyomán a fideszes hátország jó része gazdasági zseninek tartja, aki kihúzta az országot a gödörből, éppen ezért, akinek mindent el lehet nézni, akár 100 milliárdok lenyúlását és az MNB lezüllesztését is. Csak a tényszerűség kedvéért, az elmúlt évek folyamataiban zsenialitásnak nincs nyoma. A magyar gazdaság teljesítménye az ugyanolyan körülmények között működő közép-kelet-európai társainkhoz képest is lemaradóban van. Mind növekedésben, mind a költségvetési helyzet javulásában, mind a kamatok és az infláció csökkenésében hasonlóak a trendek, csak épp legtöbb helyen kedvezőbbek. A kelet-európai trendeket nézve nyoma sincs kiemelkedő zseniális teljesítménynek. Inkább szégyen és a matolcsista politika kudarcát jelzi, hogy miközben évente a GDP 3-5%-ának megfelelő forrást hívunk le, a gazdasági növekedésünk mindössze 2%. Azaz, anélkül valószínűleg negatív lenne. Mert a pénz elfolyik, azt is tudjuk hova, magánzsebekbe. Az egyik központi elfolyó pedig maga a Magyar Nemzeti Bank. Az összefoglaló megállapítása után vegyük a területeket sorba. Kamatpolitika. A 2015-ös év nemzetközi szempontból nagyon kedvező volt ahhoz, hogy Matolcsy György véghez vihesse és saját sikerének könyvelhesse el a további alapkamat csökkentést. Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy a trend a világpiacot meghatározó jegybankoknál is az volt, hogy alacsonyan tartsák az alapkamatot. Amerikában 8 évvel a válság után 0,25%-ra csökkentették az alapkamatszintet 2015. decemberében. Csak ezután történt egy minimális emelkedés 0,5%-os szintre. Ami viszont ennél is sokkal fontosabb, hogy ez alatt az Európai Központi Bank 2015. januárjában jelentette be a mennyiségi lazítást, ami minden uniós ország jegybankjának kedvező hír volt, és teret adott további kamatcsökkentésre.
Ez alatt az idő alatt az Európai Központi Bank kamatlába történelmi minimum szinten volt 0,05%-kal. Tehát ilyen piaci környezetben a Magyar Jegybank nem vállalt nagy kockázatot, hogy 2014. július után, majdnem egy évvel, 2015. márciusában bejelentette, hogy tovább csökkenti a magyar jegybanki alapkamatot. Ezért fontos megjegyezni, hogy a Magyar Jegybank elnök által sokat mondott sikeres kamatcsökkentési politika valójában a külső környezetnek köszönhető, mert olyan dolgot szeretnének óriási saját sikerként elkönyvelni, ami nem nekik köszönhető, és amiben nem is vállaltak kockázatot. Ugyanez vonatkozik a csökkenő inflációra is, amiben még szerepet játszott a jelentős energiaár csökkenés is. Forintosítás. 2015 egyik fontos eseménye volt a devizahitelek kötelező forintra átváltása. Erre Matolcsy György különösen büszke, és erre hivatkozva rabolja azóta is az országot. A devizahitelek forintosítása helyes lépés volt, csak éppen jóval korábban meg kellett volna lépni, és akkor nem szenvednek milliók hosszú évekig. Róna Péter is már 2011-ben javasolta, de korábban is meg lehetett volna lépni. Ahelyett, hogy Szijjártó és Kósa bedönti a forintot, és adósságcsapdába küld több százezer devizahitelest. Ami pedig a végrehajtást, az árfolyamat illeti, szembe hazudták az egész országot. Nem felvételkori, hanem aktuális piaci árfolyamon forintosítottak. Ebből a Magyar Nemzeti Banknak saját bevallása szerint 134 milliárd forint profitja származott, amit a később részletezendő módon lenyúlt magáncélokra. Így fordulhatott elő, hogy a devizahitelesek nagy része, miután már kifizetett annyit, mint amennyit felvett, azzal szembesült, hogy még mindig az eredeti összeggel tartozik. Ha a Magyar Nemzeti Bank és a kormány valamennyire is komolyan vette volna a pénzügyi fenntarthatósági követelményeket, akkor támogatta volna az LMP azon javaslatát, ami adósságplafont határozott volna meg, és bevezette volna az elsétálás jogát. De önök ezt nem támogatták. Devizatartalékok. 2015-ben a hivatalos devizatartalékok 34,5 milliárd euróról 30 milliárd euróra csökkentek. Ez a csökkenés még igazolható a devizahitelek átváltásával. Azonban ebből trend lett, ma már csak 25 milliárd eurón állnak, ami veszélyes, felelőtlen játék az ország stabilitásával. Az ingyenpénz korszak vége olyan sokkokat, mozgásokat hozhat, ami a kicsi, nyitott országok pénzügyi stabilitását megingathatja. A devizatartalékok durva csökkentése a védelmünket is gyengíti. És akkor néhány szót a Nemzeti Hitelprogramról. Szintén az ország gazdaságpolitikájának támogatása körébe tartozott a Nemzeti Hitelprogram. Kutatók értékelései szerint azonban a növekedési hitelprogram eredeti célját csak nagyon korlátozott mértékben sikerült elérni. Azaz a kis- és középvállalkozások hitelhez jutása, és ezen keresztül a szektor beruházási aktivitásának növelése nem valósult meg. Kevés olyan cég jutott hitelhez a Nemzeti Hitelprogramon keresztül, amelyek enélkül nem jutottak volna hitelhez, illetve konstrukció nélkül beruházási aktivitásuk csökkent volna. Azaz, önök rengeteg pénzt öntöttek a programba, nagyjából hatástalanul. A világgazdasági környezet a csökkenő kamatok miatt ugyanis nem a hitelhez jutás lett a magyar vállalkozások, különösen nem a kis- és középvállalkozások problémája, hanem a kereslethiány, a magas és merev adóterhek és a képzett munkaerő kivándorlása. A Magyar Nemzeti Bank azonban ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyva dilettáns módon vitt végig egy óriási és drága programot. És akkor a pénzügypiaci felügyeletről. A 2015. évet a brókerbotrányok jellemezték. 2015. február 23-án a Budakes, március 6-án a Hungária értékpapír, március 10-én a Questor cégcsoport bukott be. A károkat az előbbi esetben nagyjából fedezi a felhalmozott vagyon, ám a Questor esetében,
az évszázad lobásában. Igen, ami nagyobb, mint a 4-es metrónak a költségei, pedig az sem volt kicsi, már nem. Itt már megmutatkozott a feudális fideszes berendezkedés kára. Ahogy az LMP többször megfogalmazta, ez egy politikailag támogatott pilótajáték volt. A Questort nem ellenőrizték megfelelően, sőt hagyták, hogy egy 10 milliós alaptőkéjű cég egyre nagyobb, előbb 50 milliárdos, majd 70 milliárdos, nyilvánvalóan fedezetlen kötvénykibocsátásokba kezdjen. Miért takargatta a Magyar Nemzeti Bank ezt a pilótajátékot? Azért, mert Talsoly Csaba úgymond politikai védelmet élvezett Szijjártó Péter külügyminiszter jóbarátjaként és futballfinanszírozóként közvetve Orbán Viktortól is. A történetnek fontos szereplője még az ügyészség is. Polt Péter főügyész lányának barátja, ugyanis Talsoly Csaba személyi titkára, legbizalmibb embere volt. Polt Péter felesége pedig személyzeti igazgatóként kap havi 5 millió forintot a Magyar Nemzeti Bankban, plusz 3 alapítványban is kuratóriumi tagságot kapott. Az összefonódások nyilvánvalóak. Kész kezet most, nem meglepő, hogy senkit nem találtak hibásnak. Talsoly Csaba titkárát még csak ki sem hallgatták. És akkor beszéljünk egy kicsit az alapítványok létrehozásáról. A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné alapítványokat, hála még a független bíróságoknak, viszonylag részletesen ismerjük. Bár próbálták eltitkolni, azt hazudni, hogy az állampolgároktól lenyúlt pénz elveszti közpénz jellegét, ha azt egy alapítványba eldugdossák, ezt a törekvésüket minden jogi fórum jogtalannak ítélte. A Magyar Nemzeti Bank 6 alapítvány, azok 5 céget hoztak létre. Az alapítványokban 30 vezető, kuratóriumi tag működik. Ez az egyik fő szerepe is a hálózatnak, hogy a Matolcsy klánnak szolgáljon kifizetőhelyül. A vezetők évente összeadva 320 millió forintot keresnek. Az alapítványok 260 milliárd forintot kezelnek. Székháznak és üdülőnek 17 ingatlant vásároltak 19,5 milliárd forintért. Az alapítványok által alapított cégek közül a legérdekesebb a Ferida ZRT. Ez a cég mintegy 20 milliárd forintot kezel, és közel lehet egy szingapúri befektetési alaphoz, ami egy konzorcium részeként felvásárolt egy magyar bankot. Tegyük hát össze. A pénzpiac felügyeletével megbízott Magyar Nemzeti Bank közvetve alapít egy céget, ami mindenféle offshore üzelmeken keresztül bankot vesz. Hogy fogadja, hogy fogja ezt a bankot azután majd felelősen felügyelni? Hát a válasz sajnos az, hogy sehogy. A Magyar Nemzeti Bank ezzel belső piaci szereplővé vált, ahol közpénzen magán és családi és klik érdekeket szolgál, még a devizahiteles átverésnél is nagyobb összegeket mozgatva és befolyást gyakorolva. Valójában a magyar törvények értelmében ezekért az üzelmekért a Magyar Nemzeti Bank vezetésének, Balog Ádámnak, az MKB vezérének és az egyik kuratórium elnökének és még sok más szereplőnek börtönben kellene ülnie, ha lenne működő ügyészségünk. De nincs, mert azt megvásárolták havi 5 millió forintért. Összefoglalva, a kötelező feladatokat a Magyar Nemzeti Bank vagy közepes szinten oldotta meg kamatpolitika, vagy drágán vezetett dilettáns módon tervezett programokat, nemzeti hitelprogramok, vagy kudarcot vallott a politikai korrupciós összefonódásai miatt pénzügyi felügyelet. Egyéb tevékenységei pedig minősíthetetlenek, a közpénzek felelőtlen magánosítása és sajátjaként kezelése miatt az MNB egész felső vezetését bünteti, vezetését büntetőjogi felelősségre vonás, tehát azt nem kerülhetik el. Mindezek alapján az LMP a Magyar Nemzeti Bank 2015 évi beszámolóját nem fogja elfogadni. Köszönöm szépen!